Ha olyan úton mész, ahol nincsenek akadályok, akkor az nem a te utad, az valaki másnak az útja. Tehát az akadályokra szükség van ahhoz, hogy oda jussunk, ahova jutottunk, úgyhogy én hálás vagyok a sorsnak, hogy azt csinálhattam mindig, amit szeretek, és most is azt csinálom, amit szeretek, és azt meg, hogy még részt vehetek a közéletben, mint Jál városának közéletében, az meg külön habatortán. Kívánok! Hát, megint itt vagyok. Beszélgető partnerem Juhász Ida, nyugalmazott iskolaigazgató. Hát mi elég sokat dolgoztunk együtt. Azt szeretném tőled megkérdezni előjáróban is, hogy miért fontos neked a Gyáli Értéktár, hiszen ennek már hosszú évek óta a tagja vagy. Sőt, az elnöke. Elnöke. Igen. Köszönöm szépen a meghívást is. A kérdése pedig a következőt válaszolnám. Értékek nélkül szerintem, és nem szeretném, hogyha hogy nagy szavaknak hangzana, nem érdemes élni. Na most az oktatásban is az értékteremtés a lényeg, hát ne menjek messze a pályámtól, és én nagyon-nagyon büszke voltam rá, és örültem a felkérésednek, amikor 2017-ben megkérdeztél, és én nagyon-nagyon szívesen vállaltam el ezt a munkát, ami egyébként azt jelenti, hogy a saját szűkebb lakóhelyünk, szülőhelyünk, környezetünk, terület és település értékeit próbáljuk fellelni, rendszerbe gyűjteni, és ezen kívül, ami nagyon fontos, láttatni, láthatóvá tenni, ismerté tenni a lakosság számára, és nem utolsó sorban az ifjú nemzedék számára. Úgyhogy ez most a feladat. Én azt szoktam mondani, hogy nem vagyunk egy túl régi település, egy 80-90 éves település vagyunk, hiszen én azt gondolom, hogy egyetlen építészeti örökségünket, ha lehet így fogalmazni, a Jálics kastélyt, ugye a 60-as évek második felében, 70-es évek elején elhordták, és lettek belőle vécék, disznóhalak és mellékhelyiségek, nyári konyhák. Ugye ez egyetlen építészeti, és van Gyálnak öröksége? Nem csak építészeti, hanem úgy egyébként is. Tehát most jó, nyilván újkori, meg ehhez hasonlók, de van-e olyan, amire azt mondjuk, hogy igen, ez egy érték? Gyálnak van, persze, természetesen az a válaszom, és szerintem minden településnek, minden falunak és minden városnak van értéke. Azt csak meg kell keresni, és az a fajta érték, az lehet műalkotás, lehet kulturális örökség, lehet épített környezet, lehet tájegységi, környezeti, természeti örökség, amit azzá nyilvánítunk, illetve ha hozzánk különböző javaslatok érkeznek, mert hiába lakom itt 46 éve, az nem jelenti azt, hogy mindent ismerek, pedig hát az iskola, a gyerekek, szülők révén igen sokat, de olyanok jutnak el hozzánk, amit csodálkozva hallgatunk, nézünk és rácsodálkozunk, például ilyen volt a Susányi Oszkár bácsinak, a hajómaket készítő mesternek az összes alkotása, ami hihetetlen. Hihetetlen, de a festőművészeink szintén. Olyan emberek életútjai, Gyálon lakott emberek életútjai, amit úgy gondolom példaként kell az ifjúság és a jövő nemzedék elé tárni. Vagy sportolóink, birkózó világbajnokunk. És sorolhatnék még nagyon sokat, de hogy reklámozzam is, illetve az emberek tudatához eljusson, hogy van a Gyáli Értékeink című kiadvány, amit a Gyáli Városi Könyvtárban bárki, bármikor kivehet, hozzájuthat. Ott az eddig bekerült település értéktár 31 tagja látható fotón és szöveggel együtt, úgyhogy akit érdekel, megnézheti, és utána olvashat. Illetve hát, ha kap újabbnál újabb tippet, hogy mit lehetne még. A Jálics kastélyról egyébként közben eszembe jutott, hogy mondtad, hogy viszont a jálicsoknak a szőlőkultúrája, az pedig olyan nemzetközi hírű volt annak idején, hogy ezt benyújtottuk a megyei értéktárba, és hogy tudják a gyáliak, hogy igaz, hogy a kastélyból nem sok minden maradt meg, viszont a Jálics család szőlőkultúrája megy egy értékké nyilvánítatott. Hát sajnos nem csak a kastélyból, de magából a szőlőkultúrából sem maradt szinte semmi. Igen.
talán a kiskertekben, ha valaki még nevelget szőlőt, csemege szőlőt, meg ugye van ez az én borom, mondjuk igen, egy páran, ha készítenek ilyet, gyálom. De azért nem menjünk el az iskolai évek mellett. Azért az is adott kötődést, törődést, eseményeket. Hogy vagy most az ifjúsággal, hogy vagy most a gyerekekkel, hiszen számos olyan tanítványod volt, akinek még a gyerekét is tanítottad. Most hogy állunk ezzel a kérdéssel? Igen, nem szakadtam el teljesen, nem is szerettem volna. Úgyhogy nyugdíjazásom évében, 2015-ben, mielőtt végleg eldöntöttem nagyon sok álmatlan éjszaka után, hogy 40 év után eljöjjek nyugdíjba, arra gondoltam, hogy nem lenne jó nekem az, hogyha végleg elszakadnék a fiataloktól, nem is tudnék, de hál' Istennek megoldódott a dolog. A véletlen folytán Budapest környéki törvényszék hirdetett ülesedés volt bírósági ülnökök álláshelyére, és kifejezetten ugye változott akkor a bíróságban a BTK, és már csak olyan bűnesetekben kell pedagógus szakértő ülnök, akik fiatalkorúakkal foglalkoznak, vagy abban az ügyben kell végzést hozni, vagy bizonyos büntetést kiszabni. És én jelentkeztem, hála a jó Istennek. Most azt kell mondanom, most már 8 éve járok oda, lassan olyan, mint a hazajárni. Egyre gyakrabban, mert ugye megismeri az ember egymást, ott mindenkivel, nagyon jó közösség, és nagyon gyakran van olyan hét, hogy 3-szor vagy 4-szer is megyek, és vannak olyan szünetek, amikor 2-3 hétig nem. Tehát ez pontosan jó nekem, mert akkor kellőképpen kipihenhetem magam. Viszont az ifjúsággal való kapcsolatra visszatérve, nem tudom, hogy csak én vagyok-e ilyen, de szerintem a pedagógusok többsége megvan áldva azzal a fajta érdeklődési körrel, hogy pszichológiai ismeretekre is próbál szerteni, hiszen tanultuk is a főiskolán, de mégiscsak érdekel, mert a tanítványainknak a személyisége mindegyiké más. Tehát egyfajta pszichológiai ismeret szükséges ahhoz, hogy bánni tudjak vele. Hát mindegyik egyedi elbánást igényel. Na most itt az fiatalkorúak bűn esetében találkozom ezzel, és nagyon sokszor van az, hogy jövök haza a vonaton, és azon gondolkodok, hogy hogy jutott el idáig. És nagyon-nagyon nehéz kimondani, de nagyon-nagyon sok esetben úgy látom, és bebizonyosodik, hogy a család, tehát az indítatás, amit pedagógusként is esküdni mertem volna rá, a családi indítatás nagyon fontos, és itt is visszajön valahol. Most példát, ha mondok, az lehet. Ha túl sok a pénz és a törődés semmi, akkor az a baj. Ha nincs törődés, nevelés, akkor az a baj. Ha mindent ráhagyok, az nem jó. Hogyha megpróbálom átalakítani a személyiségét, mert ilyennel is találkoztam, a nagyon szigorú apa úgy gondolta, hogy a nagyon kedves, bájos, törékeny fiút, azt kemény fiúvá kellene nevelni, az tragédiába torkollik, mint hogy ebben az esetben is így volt. Úgyhogy, ha utána gondolok, akkor nem tudom pontosan idézni, de nem is ez a célom. Müller Péter jegyezte meg egyszer, hogy írta le, és pontosan az a lényege, hogy amit otthonról hozunk, tehát ott az a fontos, hogy van az embernek egy kottája, az a bizonyos élet, ahonnan elindulok, és aztán végig az élet útján az ember a szólamokat megcserélheti, játszhatok rosszul, játszhatok jól, szépen, csodálatosan, mindegy. De az én dalom szól, és én vagyok felelős az életemért. És a gyermekem van, akkor a gyermekem életéért is felelős vagyok, és az nem szűnik meg azzal, hogy nagykorú lett. És én ezekkel az esetekkel napról napra találkozom, és valahol fontosnak is érzem magam, mert tényleg a bírók rendkívül kíváncsiak a véleményemre. A másik meg, hogy én is fontos legyek, mert most már abban a korban vagyok, hogy lehetek én is fontos, nem csak mindig igazodni kell, az a lényeg, hogy olyan emberek között dolgozni, akik felemelnek, úgymond,
akkor az ember abban az illúzióban ringatja magát, hogy akkor kevésbé fog megöregedni idézőjelben. Holott az ember tisztában van azzal, hogy hány éves, azt is tudjuk, hogy aki megszületik, az meg is hal, de cél nélkül szerintem nem lehet élni, mert ha csak arra gondolok, hogy nincsen célom most már, hát azt úgy nem lehet. Úgyhogy az embernek kell, hogy legyenek céljai napról napra, mindig kitalálja az ember, hogy még mit szeretne, ezt szeretne, azt szeretne, és nem azon gondolkodni, hogy hát véget ért az életutam, holott tudom, hogy arra haladunk, de ezzel nem kell foglalkozni szerintem. Én legalábbis én így tudom ezt jól megélni. Én szoktam nyolcadikosoknak osztályfőnöki órát tartani, amióta polgármester vagyok, és mindig valami más jut az eszembe. És most egy hasonlat jutott eszembe, mert a Zrínyi iskolában az étteremben van egy idézet, és azt felszoktam olvastatni velük, megkérem őket, hogy aki a legszebben olvassa fel, az az alkotásról szól, és a múltról, hogy milyen volt a múlt, hogy ha visszanézünk rá, hogy telt vagy múlt, ugye nem mindegy, mert ha telt, akkor tartalmas volt, és most az jutott eszembe, hogy én is elmondtam nekik, hogy nem csak azok alkotnak, akik nagyon szépet festenek, vagy írnak, vagy zenét szereznek, vagy éppen zenélnek, hanem mi magunk is egy alkotók vagyunk, egy alkotás vagyunk, mert amikor megszületünk, egy szikla vagyunk, egy szikla, amelyet aztán elkezdek faragni a művészek. Mi bennünk, mint a sziklában, és van feszültség, és nem biztos, hogy ott repedünk, ott alakulunk, ahova éppen ütnek, és nem biztos, hogy úgy, ahogy a szobrász egyébként a szobrot alkotja, de aztán, amikor a tudatunkra ébredünk, akkor lehet egy kicsit segíteni nekünk is a szobrásznak, tehát azt értem, hogy a szülőnek, hogy faragjon bennünket, és ez egy nagyon nehéz, és egy rögös pálya úgy a gyereknek, aztán felnőttnek, és aztán szülőnek, aztán nagyszülőnek. Ugye ez az élet rendje. De mégiscsak arra szeretnélek kérni, hogy azért sok fiatalkorúval, gondolom ez ilyen 16-18 éves korig. És kevesebb is, 16-18. Uh-huh. Igen. Hogy mondottad azért, hogy a családi indítatása, a párhuzam ezek, igen, között, a gyerekek között, de azt meg lehet kérdezni, hogy milyen arányban vannak mondjuk a fiúk és a lányok? Így ebből a szempontból nem is gondoltam végig, de most, hogy így kérdezed, mintha a fiúk lennének többen, azt kell mondanom. Talán azért, mert a fiúk erősebbek? Nem biztos, hogy ezt jelenti. Ha nem. Én azt gondolom, hogy a fiúkkal nagyon sokat kellene foglalkozni. Amennyire keménynek látszanak, és kamasz fiúkkal nehéz dolgozni, én már csak tudom. Igen, hát az van iskolában egy szemfiam van, és nem volt egyszerű, mert a pedagógus gyerek az tényleg hátrányos helyzetű, erről Ádám valószínű sokat tudna beszélni, de volt szerencsém a suliban az ifjúsági tagozattal is sokat foglalkozni, és azért gondolom ezt, mert kívülről olyan keménynek látszanak, és nagyfél, és én nem fogom, nem sírok, nem érzékenyülök el, belül nem ezt jelenti. Tehát amikor én leültem velük négy szem közt, mert én legalábbis arra jöttem rá, hogy az a jó. Amikor leültünk négy szem közt, és akkor mondtam, hogy az ellenőrző könyvet nyugodtan tedd el, nem azért hívtalak be, hogy intőt írjak be. Nem ez a cél. És amikor eléri az ember, hogy megnyíljanak, akkor rájön, hogy szeretet hiánya van sokaknak. Tehát annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy férfias, és nem kell neki, nincs szüksége rá, dehogy nem. És én itt is sokszor látom azt, hogy ez hiányzik. Tehát ebben talán azt akarod mondani, hogy nem feltétlenül biztos, hogy a férfi emberek mindig az a jó, hogyha azt mutatják, hogy ők az erősek. Igen. Tehát a férfi ember is sírhat nyugodtan. Igen, sőt. Nyílt színen? Az nem vonzza, vagy nem veszel a családi hierarchiában az értékéből? Nem tudom, hogy ki hogy nézi az én szememben, hogyha egy férfi kimutatja az érzéseit, attól még nagybetűs férfi lehet.
És nem hinném, hogy elveszíti a férfi büszkeségét. Na, de te mégiscsak nő vagy. Igen. Tehát, és gondolom nőtársaiddal is szoktál beszélgetni. Igen. És most nem akarok a korodra utalni, de nyugodtan. Nyugdíjas, nyugalmazott iskola igazgató vagy, tehát ez már jelent egy kort. Igen. Egy hosszú életkort, hála Istennek, és reméljük, hogy még sokáig itt leszel velünk, hogy ti erről beszélgettek, hogy végül is egy pasinak mi lett a jellemzője, mert gondolom nem egy barátnőd van, hanem 5-10-15 az életed útján. Igen. Tehát azért mondjuk meg őszintén, a barátok azért jönnek-mennek, de az igazi barát az megmarad. Igen. Abból csak egy van, igen, vagy max. 2, de mégis nektek mi? Vagy szoktatok egyáltalán ilyenekről beszélni? Én szerintem az én köreimben, legalábbis, mert ez a kérdés váratlanul ért, és gondolkodom rajta, szerintem ugyanezen a véleményen vannak. Tehát nem feltétlenül azután azt gondoljuk, hogy akkor igazán férfi a férfi, amikor csak azt látjuk, hogy kemény, és tartja magát, és soha semmiféle érzelmet nem nyilvánít ki. Engem kifejezetten irritál, hogyha az érzelmeit megpróbálja takargatni. Hát az én fiam az, majdnem azt mondanám, hogy az ellenkezője, de azért túlzásokba igyekszik nem esni, de én nem bánom. Uh-huh. Inkább ilyen legyen. Ez most a felnőtt, igen, szemlélete. Igen. De mi van a gyerekkel? Tehát a gyerek az, hogy néz az apjára? Tehát sír a fater. Nem úgy értem, hogy mindig. Persze, hát jó, mert belement a hagyma a szemébe, mert éppen a kertbe a pörkölthöz készíti. De egy tragikus esemény folytán, hogyha megkönnyezi, az szerintem nem baj. Az természetes, de hát egy férfi ember életében mondjuk egy-két tragikus esemény van, de most azt várjuk, hogy ne legyen kemény a gyerekkel, legyen lágy a gyerekkel. Most jó, feltétlenül nem a sírás a lényeg, persze, hanem az, hogy mennyire és hogyan lágyul el. Persze. Ennek milyen következetességnek kell, hogy legyen? A keménységre is úgy értem, a nevelésnél is úgy gondolom, hogy az apuka, tehát amikor említettem ezt a nagyon szigorút, amikor teljesen mást akar nevelni, úgy gondolom, hogy az apának azért mintának kell lenni valahol, de a következetesség itt a legeslegfontosabb, hogyha valamit azt mondom, hogy ezt nem, de meg kell magyarázni, hogy miért. Tehát az, hogy csak így keményen azt mondom, már pedig nem, akkor az úgy semmi eredménye nem lesz, dacot szül. Uh-huh. De hogyha leülök vele és elmagyarázom, hogy fiam, ezt ezért, meg ezért, meg ezért nem szeretném, mert akkor ez lesz a következménye, vagy az lesz a következménye, a gyerek megérti. A gyerek az csak gyerek, az nem jelenti azt, hogy nem fogja föl. Nagyon is értelmesek, egészen kicsiként. Nagyon sok elsős tanítottam, imádtam, és a mai napig is a kedvenc korosztályom. Fantasztikusak. Hát nem tudom, azt hiszem, hogy előtted is említettem már, amikor nyugdíjba készültem, akkor elköszöntem az osztályomtól, ugye, mert nem túl sok óra lehet egy igazgatónak tartani, de ahhoz a néhányhoz ragaszkodtam, mert a velük való kapcsolat az utolérhetetlenül fontos, és azt írt az egyik, az most is eszembe jut, és annyira jó fejek, hogy nem igaz, azt írta nekem, hogy nagyon sajnálom, hogy Ida néni elmegy nyugdíjba. Nagyon-nagyon. De ha az ember megöregszik, hát akkor nincs mit tenni. Akkor menni kell. És igaza. Igen. Igaza van. Így a beszélgetésünk vége fele, hadd tegyek fel még egy kérdést. Hogy gondolod, teljes volt az életed? Elégedett vagy az életeddel? Gondolok itt a születéstől a napjainkig. Uh-huh. Így ezt a kérdést még nem is tette föl nekem senki, de hogyha egy szóval kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy igen, és a ritka emberek közé tartozom, igen, még egyszer is. És a születésem és a gyermekkorom egy Nyíregyházától 14 kilométerre lévő kisfaluban indult, rendkívül hátrányos helyzettel, édesanyám özvegyen 4 gyereket nevelt, de na, szerencse valahol ott volt, mert a 3 nővérem, 4 lány, a 3 nővérem sokkal idősebbek voltak nálam, és sokat segítettek, és amikor kiderült, hogy jól tanulok, akkor egyez egybe a család mellém állt. És a család fontossága mai napig nálunk első helyen áll, szűkebb vagy tágabb környezetet mondok, mindegy,
a fiatal generáció nálunk tovább viszi ezt a hagyományt, rendkívül támogató, befogadó és szeretetteljes. Tehát a hátrányos helyzethez viszont nagyon fontos hozzátennem, hogy rendkívül szeretetteljes környezetben nevelkedtem, és a sógorok, ahogy beléptek a családba, ők ugyanúgy támogattak végig. És én szerintem a pedagógus pályán, amit szerettem volna, nem is tudtam, hogy én ezt el akarom érni, aztán ez közbe jött meg a kedv, elértem, és én rendkívül elégedett vagyok az életemmel. Szokták mondani, hogy voltak nehézségek? Hogyne, persze. De én ezt úgy éltem meg, hogy erősebb lettem. Én azt nem állítom, hogy ott rögtön abban a pillanatban úgy éreztem, hogy én most erősebb leszek, mert a gyászolásnak is van időszaka. De aztán kiderült így utólag visszatekintve, hogy jót tett az nekem. Erősebbé váltam, és valahol olvastam egy olyan mondatot, hogy ha olyan úton mész, ahol nincsenek akadályok, akkor az nem a te utad, az valaki másnak az útja. Tehát az akadályokra szükség van ahhoz, hogy oda jussunk, ahova jutottunk, úgyhogy én hálás vagyok a sorsnak, hogy azt csinálhattam mindig, amit szeretek, és most is azt csinálom, amit szeretek, és azt meg, hogy még részt vehetek a közéletben, mint Gyál városának közéletében, az meg külön habatortán. Úgyhogy köszönöm szépen. Hát mi köszönjük, én köszönöm ezt a beszélgetést.